Aranyékszerek, fegyverek a kiállító térben. Ezeket a most épülő M6-os autópálya befejező szakaszának nyomvonalán végzett feltáráson találták a régészek Babarcnál. Avarkori sírokból kerültek elő, és már egy részüket láthatja a közönség a pécsi Janus Pannonius Múzeum Káptalan utcai épületében. A korszak ismerőjével egy belvárosi ásatáson találkoztunk. Itt római kori sírokat találtak a Felső Malom utcában. Haramza Márkot itt kérdeztük a Babarci Lelet együttesről. A 21-es évnek a végén, illetve a 22-es évnek az elején több minden került elő Babarc környékéről, tehát Babarc határából. Nagyon gazdag leletanyag, lovastemetkezések, egész lovastemetkezések, gazdag férfi-női ékszerek, fegyveranyag, mind olyan tárgyak, amelyek az avarkornak a kutatásába előremutatóak. Nehéz ezeknek az értékét úgy rangsorolni, hogy egymás alá állítjuk, vagy hierarchizáljuk őket, hiszen más és más témakörben szolgáltatnak számunkra információt. Unikális például az a lemezborítás, ami akár egy tarsolynak a tetején, akár egy tegeznek a száj borítását is adhatta, de sok más vizsgálatra érdemes anyag, tehát hogyha szimplán az embertani anyagát nézzük a sírnak, és azokon végezhető antropológiai vizsgálatokat, már ez önmagában egy nagyon érdekes téma. Úgy számolunk, hogy a sírban található mellékletek azok nyilván a gyászoló közösségnek a hitvilágát és a státuszát tükrözik, ami nyilvánvalóan kapcsolódik az egyénnek a státuszához is valamilyen szinten. Nyilvánvalóan alapvetően egy magasabb státuszban lévő embernek, személynek a sírjába kerülhettek gazdag fegyverek, gazdag ékszerek. Folyamatban van a restaurálás is, tehát vannak olyan tárgyak, például pont kartpengék is, amelyek még restaurálás alatt vannak, de vannak olyan, tehát a fegyvereknek egy nagy része például kiállításra került, ezek mellett a női ékszerek is megtekinthetők voltak, a női viselet ezáltal, hogy hogyan nézhetett ki, ezek megtekinthetők nem csak a tárgyi valójukban, hanem rekonstrukciós rajzokon is. Tehát egy gazdag információ tömböt ad át a kiállítás. A lelet anyagnak a szisztematikus feldolgozása után lehet ebből történeti következtetéseket hozni. Ez egy folyamatban lévő munka, de számos érdekesség van. Milyen anyagból kovácsolják a fegyvereket, hogyan készítik el ezeket a nagy háromélű nyílhegyeiket, amik a kiállításban megtekinthetők. Milyen különbségek vannak például döfő, öklelő fegyverek között, ezeknek a technológiájában, hogyan alakítani ki egy gömbcsüngős fülbevaló. Ezeknek a kutatása ez most zajlik. Viszonylag kevés olyan tárgyunk van, ami különböző természettudományos módszerrel volt vizsgálva, ahhoz képest, hogy hány lelet van ugye az avarkorból. Ez a fegyverekre különösen igaz, de amiket bevizsgáltak különböző lelőhelyekről, észak-magyarországi, vagy akár Kárpát-medence más részeiről származó lelőhelyekről, ott az látszik, hogy például pont a kartpengék esetében nagyon sokszor ezek kompozit pengék voltak, vagyis nem egy anyagból készítették el őket, hanem egy vasmaghoz, lágyabb anyaghoz hozzá kovácsoltak magasabb széntartalmú, keményebb éleket. Tehát a fegyvernek próbáltak egyszerre szívóságot és éltartóságot is biztosítani. És ezek aztán különböző módon alakultak ezek a technológiák. Tehát amit mi damaszkolás néven ismerünk, hogy különböző anyagminőségű vasakat össze kovácsolnak, és ebből mintázatok jelennek meg pengéken, ez ugye mind a mai napig a késes mesterségnek a világába jellemző. Ez már akkor is elindult. Sőt, már egy kicsivel korábban is, de ekkor meghatározó volt. Na most, hogy a babarci anyagban ilyen található, ezt még nem tudjuk, ez különböző vizsgálatokat, labortechnikai vizsgálatokat kell végezni.
Ezekre a vizsgálatokra még várni kell, azonban a régészeti munka nem áll meg, kérdeztük a szakembert a belvárosi ásatásról is. Itt több sír került föltárásra, ugye ahogy építik, látjuk, hogy az építési mélység azért jóval a régészeti korszakoknak a rétegei alá kerül, és ezáltal több sír is előkerült már gyakorlatilag erről a helyrajzi számról, és hát most két ilyen tegulás sírt tárnak fel a kollégák. Ezek azonban római kori sírok. Visszatérve a babarci leletekhez, Baranya Aranya címmel nyílt ezekből bemutató kiállítás, amit még augusztus 21-ig láthatnak az érdeklődők a Pécsi Káptalan utcai kiállítóhelyen.